megta lesz, amiért a magajba jó. Kész van körülbelül egy ilyen másfél tucatnyi szám, és próbáljuk most egy lemez hosszúságúra leredukálni egy ilyen 12-13 számra, és elkezdtük felvenni az énekeket. Az alapok kész vannak, Petire még hárul egy-két gitározás, csak neki el volt törve a keze az elmúlt hónapban, nem nagyon tudtunk ezzel a részével haladni. De igazából most az történik, hogy az utolsó simítások, tehát felvesszük a számokat, vagy azokat a dolgokat, amik még hiányoznak, tehát gitárének, és utána pedig keverés, utómunka. Az első szám az pedig most éppen készül el a napokban. Minden állat szétszalad, rossznak lenni, készen állt. Petivel már az előző lemezen is együtt voltunk szerzők a Barkács Klub lányokon, de most teljesen önállóan dolgozunk, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan külső producerek vagy beleszóló emberek, akik elmondanák, hogy ez a szám így inkább, vagy ez a szám nem, hanem elkezdtük összeszedni tök önállóan a saját dalainkat, és magunk hangszerelünk, és mindent magunk csinálunk. Az éneket jobban Zsuzsa gyúrja, a zenei részét pedig jobban én, de egyébként közös munka az egész. A dobokat is mérjük meg, a billentyűket, a basszusokat, mindent mi csinálunk. Vannak segítőink, néha egy-egy zenészünket megkérjük, hogy doboljon fel ezt-azt, de igazából nagy részét, 90%-ban mi csináljuk a lemezt. Hát amikor így hallgatom külön a dalokat, akkor néha így az van, hogy ezt hogyan fogjuk így egymás után, egyik szám, ilyen másik olyan, lehet, hogy egy kicsit koncepciózusabbnak kellett volna lenni az új lemeznek, de aztán Zsuzsa felénekli a dalt, és egyszer csak azt érezzük, hogy működik. Hát ez egy nagyon nehéz ügy, ez a névválasztás dolog, mert ugye eddig Varga Zsuzsaként működött, és legrosszabb esetben az volt kiírva mondjuk egy koncertajáló, vagy Varga Zsuzsai zenekara, ami kevés úgy hangzik, mint Kis János és zenekara. És gondolkodunk azon, hogy kéne most már egy zenekarnév, körülbelül ilyen A4-es papírok vannak teleírkálva rengeteg ötlettel. Nem is tudom, hogy merjek-e mondani, vagy feldobni. Majd inkább, hogyha meg lesz, akkor majd értesítünk benneteket.